Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Warframe. És ha azon csodálkoznátok, hogy én azt mondtam, hogy Európa körtúrán vagyok, ez így is van, Európa körtúrán vagyok. És most éppen Magyarországon táborozom, úgyhogy volt ide egy kis Warframe-re, és mit nem mond az Isten, ugye most jöttek be ezek a frissítések, és egy csomó Warframe változtatás kapott, én meg nem bírtam ki, hát muszáj csinálni róla egy videót. Nos, kik változtak, ugye? Hát elég sokan változott, megváltozott volt, és szerintem neki kettőknek van a legimpresszív változtatásuk. Változott egy kicsit az Excalibur, azt kell mondjam, és ajánlok szeretettel nektek majd egy buildet erre az új Excaliburra. A Valkyr elég szignifikánsan változott. Kik vannak, mert Mirage is változott egy kicsit, de páran változtak, kaptak passzívot, új passzívokat, némelyik jó, némelyik érdekes, némelyik csak disznek van szerintem. Fogunk mindenről beszélgetni, de egyelőre nézzük meg, ja és persze jöttek Tenogen skinek is, akiknek kedve van igazi pénzt elkölteni erre a dologra Steamen keresztül, ha bár a Warframe Ultimate játéka nem az, hogy elkibírjunk egy órát Survivor-on, hanem az, hogy nézzünk ki jól. Na, ez a lényeg az egész Warframe, ezt jobb, ha tudjátok tőlem. Akárki akármit mond, ebben a játékban a lényeg az, hogy nézzék ki jól. Nos, lássuk, mit tudunk az új megről. Szerintem lesznek, akik azt mondják, hogy az új meg már elkúrták azt is, ami el volt kurva. És minden bizony lesznek olyanok is, mint én, akik, hát ez elég érdekes dolgokat lehet most már csinálni a meggel, mert van egy olyan érzésem, hogy a meg most már minden defense missionön ott van a helye, főleg azokon a defense missionökön, tehát azokon a defense játékokon, amik nagyon kitolódnak a végjáték felé, mert olyan képességgel ruházták most már föl, nem mondom azt, hogy a meg az már az a korpuszgyilkológép, ami volt, a full damage-el kijössz csak a kettes gomb lenyomogatásával, még mindig tudsz full damage-el kijönni, de most már a meg valahol átmenet a damage és a support között, és ahogy növekednek a szintek az ellenfeleknél, annál inkább a supportba jön, de ott aztán hihetetlenül hasznosan supportba, azt kell mondjam. Na, nézzük meg gyorsan a képességeit, gyorsan itt szemléltetünk valamit. Az egyes képesség nagyjából ugyanaz, sőt, ja, legyen egy egyes képesség nagyjából ugyanaz, illetve pont, hogy nem nagyjából. És gyorsan rá is térek a kettes képességre, mert az egyes és a kettesnek valahol ott van értelme, de tudjátok mit? Megmutatjuk így, egy 125-ös enemén. A greedy poolnak úgy érzem megint van értelme, legalábbis az én buildemben megint van értelme. Úgyhogy valószínűleg fogom használni, és a shield transference-t is használom, hogy ezeket az augment modokat. A greedy pool nagyjából ugyanaz maradt, egy kis vizuális update-et kapott, viszont a kettes képesség az rettentően érdekes. Ugye most már megcserélték a kettest a hármassal, kettessel ráraksz egy ilyen mágneses shieldet, és most már megáll egy helybe, hogy az ellenfél természetesen minden golyót belő, és hát megnövekedett sebzést tudsz rá kiosztani a fegyvereddel, ez a durva. Ha meghal, akkor is ott marad, és a körülötte lévő ellenfeleket begyűjti egy helyre. Hogy néz ez ki? Körülbelül mondjuk berakunk négy ilyen butchert, és ez fantasztikusan fog kinézni. És látjátok, tehát hogy egy kicsit begyűjti őket, mivel hogy négyet lehet, négy ellenfelet lehet megfogni, és ugye olyankor nem egy sebzés lehet kiosztani. Az 1-es-2-es kombinálása fantasztikus látványt fog eredményezni az ellenfeleken, azt kell, hogy mondjam. És nem semmi sebzést tudsz kiosztani. Nem tudom jelenleg, hogy hányszoros sebzésem van kiosztva. Ez lenne az 1-es és a 2-es, ugye egy kicsit változott, egy kicsit jobbnak néz ki, minden golyót ugyanúgy beüt, és azért eléggé jó kis szorzó van rajta. Érdemes használni, például egy defense vision, elképzeled így, lefeded vele a négy utat, ahonnan szoktak jönni az ellenfelek, és extra sebzést fogsz kiosztani arra a környékre, nem beszélve arról, hogy felrobban után ez a mágneses gömb, és az összegyűjtő sebzést kiosztja egy bizonyos méteren, ugye, és azért az se egy utolsó dolog, amikor így, nem tudom, pár másodperc után egy bum, egy nagy robbanás, és ugye aki a környéken van, meghal.
Szerintem elképesztően jó ötlet. Na, és akkor most gyorsan beszéljünk a ugye a legvártabb képességről, ugye, ami most már a hármas képesség, a régi Shield Transference, most már csak Transference a neve, azt hiszem, mindegy. És ugye ez most jelenleg a legérdekesebb képesség, ami a magnél problémás lehet, ugye mindenki úgy van vele, hogy hú, hát vajon mi lesz a meggel. Na de nem kell izgulni, berakunk most egy ilyen 8 darab Corrupted Crewment, csak nem 125-ös szinten, mert egy golyó és belehalok, hanem 60-as szinten kb. És hogy működik most már a Shield Transference, a régi Shield Transference helyett, mindjárt elmagyarázom, csak egyelőre. Ugye? Ez volna a régi Shield Transference, amit látjátok, elhullanak az ellenfelek, nincs vele gond. És azt kell mondjam, ugye igen-igen effektív, direkt választottam ezt a kis Soma Prime-ot, hogy megmutassak egy példát, most például megint behívom a kis korruptedeket, és megnézzünk egy érdekes kísérletet. Figyelnetek kéne a számokat, hogy miket ír ki nagyjából ez a Soma Prime, és miket ír ki miközben ugye nagyjából olyan 1000-es és 800-as közötti számokat ír ki, ahogy elnézem. Nagy ritkán valószínűleg, mert benne van a Bladed Rounds, az meg rásegít egy kicsit a sebzésre, de amúgy nem lenne egy olyan 500. Látjátok, olyan 500 körül, ha lábra lövök, és lejár a Bladed Rounds, akkor 500 körüli sebzések vannak. És, hogyha ellövöm ugye a képességet, az új Shield Transference-t, akkor azon kívül, hogy egy része lehet bele, ha lehet, hogy nem, a sebzés maga már egy kicsit megnövekszik, jó, most megint segít a Bladed Rounds, de az átlag 1000 valamennyi mindegyik golyóra feltehető. Direkt így beállított kis Soma Prime, hogy akkor is, tehát láthatóan látszódjon, hogy nagyobbat sebez a képesség alatt. Nos, ahogy működik az új Shield Transference, amint láthatjátok, tehát így végigmegy egy hullámban, mint a Novának az ultia, erre a képessége, konkrétan erre range modok nem hatnak. Viszont, ha egy ellenfelet meglősz, kb. El lehet mondani, hogy ugyanúgy, mint a Nova Prime-nak, egy ilyen robbanás keletkezik, és a közelben lévő ellenfeleknek innél is robbanás következik, mint a Novánál, gyakorlatilag csak ez egy magnetikus robbanás, mint a Novánál ugye szétterjed, és minél jobban terjed szét, annál többen halnak bele, mert úgy erősödik fel. Ennek viszont van egy range-e, alapból egy 8 méteres range-e, ezért láthattátok az első körben, hogy ugye közelben álltak a crewmenek egymáshoz, és belehaltak, reméljük, hogy sikerül, tehát majdnem belehaltak, tehát ilyen kevés életük van, tehát a lényeg az, hogy sokan kell legyenek, sokan egymás, nagyon közel egymáshoz, tehát egy 8 méteres körön belül alapjáraton, hogy belehaljanak. Többé valószínű, hogyha megnöveled a range-et, és erőd is van mindehhez a témához, akkor mindenképpen beleállnak, és amit látjátok, a távolság, hogy hol vannak, az is nagyon számít, gyakorlatilag. Mert ha nem ér bele, akkor vége a partinak. A lényeg az, hogy alapjáraton most már, vagy csak nekem, nem tudom mennyit sebez alapjáraton, majd ránézünk a képességekre is. De most már így fog működni ez a Shield Transference dolog. De nem csak ennyi a lényeg, ugye én most csak korpuszt mutattam, és ami a fő lényeg, és amitől elképesztően fantasztikus lett ez a képesség, hogy nagyszerű armor debuff, tehát a corrosive projection kilőve jöhet az energy siphon mindenkinek, mert a megoldja a problémákat. Hogy néz ez ki? Tök mindegy, hogy milyen szintű, kipróbáltam ezt már 125-ös szinten is, most csak 60-osok, de hölgyeim és uraim, hát mi kell még? Kell még több, de most komolyan. És elképesztő, hogy
milyen damage-et lehet kiosztani amúgy. Nagyon durva. Azt kell, hogy mondjam. Ez, hogy leveszi az ellenfelek armorját mindennel fölé. Képzétek el Megat, ott van egy Frostgömb alatt, defense-en, elő egy ilyet, fele a pályának, ha nem is hal ki, akkor nagyon kevés élettel fut már be, és az armorral rendelkező ellenfelek belehalnak. Na most, az ulti, ez nem tudom, ez számomra egy nagyszerű fejlesztés a Megan. Az ultimate képesség annyit változott, ugyanaz, de annyit változott, hogyha a kettes képességet rárakod, látjátok, hogy szépen összegyűjtéket? Ha a kettes képességet rárakod, a bemagnetizált ellenfeleknek extra sebzést ad le. Tehát ennyivel változott az ulti képessége. Még mindig nagyon jó arra, hogy tömeget tarts föl, ha valakit föl kell szedni, a társit szed valamit, te fel tud tartani a szöveget, de ennyi extra, hogy a bemagnetizált ellenfelekre extra szerzés fog leolni az ulti is. Ennyi lett volna egy meg. A következő videóban jön a Volt, jön az Excalibur, lesz, akit egyszerre többet mutatok be. De a Megről úgy gondolom, hogy érdemes egy külön videót csinálni, mert a Meg az mindenkinek egy érzékeny pontja, úgy hiszem, van, aki utálja, van, aki nagyon szereti. Jöjjön a modolás, egy nulla formás modolás láthattok, szerintem kihoztam belőle a maximumot. Remélem, hogy tetszeni fog. Mindenből emeltem egy kicsit, jó? Tehát belement egy continuity flow, mert most már én úgy vagyok vele, adok neki egy kis időt. Felhúztam 100%-os időre, de ami jó ebben az egészben, szerintem az, hogy a shield transference még mindig nagyon jó neki, és most már ugye a greedy pool is mindez egy buildben, szerintem nem rossz. A power range 100%-kal én beírem, ezen szerintem a 10 lésetek, a ti dolgotok, hogy modoljátok a drágát, de mivel hogy én úgy nagyjából még mindig a 3-as képesség környékén alapozok, és most már nem kellenek range modok, így meghoztam ezt 100% körül. Ilyen adatokat lehet elérni ezzel a build-el. Egy kis megnövekedett damage-et, a polarize ugye a 3-as képesség, ami a régi 2-es volt, ezzel is gyakorlatilag megnövekedett damage-et, némi extra idővel, tehát 6 másodpercen keresztül 6 ez az idő, és egy 4, tehát majdnem 5-szörös damage multiplier a Nebros, az ultia eléggé sebb, ez azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ha be van magnetizálva, akkor 1500-al extra sem, ez tök jó. Szóval ezt lehet kihozni, lehet nagyon variálni, főleg ha van formát a Megben. Nálam ugye elmondhatni egy kicsit energia költséges, de nem bánom, mert a Zenurik iskolát húzom többnyire, és azzal mozgolódok, főleg egy Meg esetében. Zenurik iskolával, úgyhogy azzal nincsen bajom, de hogyha formára kerülne a sor, akkor megeshető, a Steel Charge-ból csinálok egy Energy Siphont, és még belerakok néhány madurái jelecskét, ilyen kis Y-ocskát, hogy esetleg úgy variáljam a buildet, hogy nagyobb range, vagy több idő, stb. Tehát ezeket kísérleteztek, egy nulla formás buildnek, azt hiszem, hogy ez nagyon jó, főleg csapatszintű bufferként dolgozva. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, és akkor következő videóban Volt, Excalibur, stb. Úgyhogy maradjatok velem, iratkozzatok a csatornára, tudjátok, Facebook és a többi. Sziasztok!